működik, ráfekszek, és fejtáblája van, fejtábla van, kényelmes. Ezzel már lehet aludni. Vagy egy nő rád nem nézne, se kocsi, se asszony, semmit nincs. A nagyanyádnak a putriába egy szobás büdös albérletébe ott rohadsz, azt az interneten, a telefonon nyomogatod a gombokat a kezeddel, te csicska, mert félsz mindenkitől. Csak gombokat lesz nyomogatni az interneten, egy kis hangember, vagy az egész internetet meg vagy alázva, ott mondták, hogy ingyen szálló, ne száll meg ilyenek, te kurva. Miskolcon, ha kijössz a tárgyalásról, az utcán utánad lesz menve. Egyet tudjál, minden üzenetet most is piroskát nyomogatom, hogy ezeket mentem lefele. Hamarosan megkapod az idézést, nem sokára idézés, azt tudod. Itt leszel baszva, te buziköcsög. Most töröket fogok verni. Visszaírni, egy üzenetet visszaírsz. Holnap betöröm az ajtódat. Te vagy a szűz, volt már asszonyod? Sehol nem volt asszonyod, Sally Metcalf kurva. Te veréb, téged még se asszonnyal, se fotón, sehol nem láttak, te bevándorló gyökér. Ott tartanak el a hajléktalan szállon a nagy büdösség vénasszony Zsóka néni. Az egész internet mindenki megmondta, te köcsög kira, meg mindenki beszél rólad, egy büdös kurva vagy. Büdös csicska. Na gyere köcsög, na gyere, akkor folytassuk, ameddig bírod. 100%-on van az akkumulátorom, na akkor írogassál. Mutass egy fotót, amin nő vagy. Te mutass egy fotót. Nem tudsz mutatni fotót, te kurva. Kis hangember vagy egy büdös seggű török, szaros seggű török. Mész az utcán, szaros a segged, te büdös török kutya. Nyomorék. Na most meglátjuk, hogy ki az erősebb. Jogosítványod, semmit nincsen, büdös migráns. Ingyen étadosztáson eszel az utcán, ezt mondják rólad az emberek. Szarházi, büdös kutya vagy, és te mersz megszólalni. Az ilyeneknek, mint te vagy, hallod a helyedbe, meg se szólalnék, te kutya. Hát miért nem bújsz vissza az odudba? Mert holnap lemegyek oda, hol laksz, második Rákóczi Ferenc utca, kirúgom az ajtót. Töltöttem fel a telefonomat a szobámba, te kurva, hol vagyok, te csicska. Te most mi röhögsz, hát magadon? Minek tetted most oda a röhögőjelet? Most magadat röhögöd? Hát itt vagyok egy szobában, akkor milyen ingyenes döntő, meg miről beszélsz? Azt se tudod, hogy mit írjál, csak fogod, azt valamit odaírsz, te nyomorék gyökér. 45 éves vagyok. Mi ki a 45 éves, mikor 36 éves vagyok? Te beteg nyomorék, kérsz egy pofont a beteg fejedbe, hogy helyre jöjjön a beteg fejed? 1984-ben születtem, akkor hogy lennék 45 éves? Nem tudsz számolni, te migráns kurva? Hogy az anyádba élvezzek bele?
veszek bele az anyád lyukába, erdélyi boglárka, büdös arcát pocskoljam tele a gecimmel. Ilyen, mert holnap lemegyek Egerbe, betonom a fejedet. Tudom, reggel 6 órakor indulok a busszal, már most nem alszok. Reggel 6 órakor indulok a busszal, szétbaszom a fejedet Egerbe. Provokálsz engem, meg írogatsz nekem? Figyelj, holnap nem megyek el az ajtód elől. Addig nem megyek az ajtód elől, még be nem taposom. Holnap késsel megyek Egerbe. A személyigazolványomra van írva, hogy 1984-ben születtem a tetves teli bevert kurva anyádat. Miről beszélsz te? Azt se tudod, hogy mit írsz, csak nyomogatod a telefonodat, azt se tudod, hogy mit írsz le. Be vagy lőve, te buzeráns, kiverjem a fejedet? Köves, anyádba verjem. Itt a személyem a zsebemben, miről beszélsz te a kurva édesanyádat, húgyozzam tele? Megfogom a fejedet, te a szádba belehúgyozol. Te bevándorló keci. Semmilyen nincsen, most ez nem ide tartozik. Most te próbálod itt terelni a témát. Úgy állon ütlek, gyerek, hogy az állat kiszakad, az a török, büdös, bevándorló kurva anyád az. Figyelj meg, de most te miért beszélsz félre? Most miért, miket írkálsz te itt? Most ez hogy tartozik ide? Most te mit írkálsz? Most nem erről van szó. Miket küldesz te ide? Te beteg vagy, te köcsög? Te nyomorék, te csak irkálni tudsz. Te senki házi hülye gyerek. Öcsém, figyelj ide, én olyan pofont adok neked, leszakad a fejed a kurva anyádról. Arról beszéltünk, hogy kinek van netje? Te meg elkezded itt a kancsit, meg milyen kancsi? Mi a kurva anyádról beszélsz? Még egyszer kérdezem. De most itt arról volt szó, hogy én lemegyek hozzád, nem Piroskáról, nem Kancsiról, senkiről, rólad volt szó, meg róla. Thank you.
foglak baszni. Magyar nyelvet nem ismered, a kurva édes damkóros kurva erdélyi boglárka anyádat? Nem ismered a magyar nyelvet? 26 éves internetes zaklató vagy büdös bevándorló török migráns geci. Milyen srác vagy te? Szűz neked anyád! Te vagy a szűz, te köcsög! Hát a Facebookodon semmiden egy képet nincs egy nővel. Valótlanságokat irkálsz az interneten, meg jeleket nyomkodsz, ennyit tudsz tenni. Azt sem tudod már, hogy mit csinálj kínodba. Meg fogsz baszva lenni a mai napon, mondom. Itt van már rajtam a cipő, meg foglak baszni. Kurva édes anyádat zaklassad, éjszaka te patkány. A kurva édes anyádnak csinálja képével oldalakat. Zaklató köcsög. Most téged foglak sunyi kamerázni. Véres leszel, te kurva. Hú, de meg leszel te ezért verve, te. Hú, de meg leszel te verve a kurva anyádat. Nem félsz, te köcsög? Visszaszálljasz? Visszaszálljasz nekem? De várjál a kurva anyádat. Holnap ott vagyok az ajtódnál. Hogy mersz te nekem visszabeszélni, he? Hogy mersz te nekem visszabeszélni? Hogy mersz te nekem visszabeszélni, he? Figyelj, gyerek, én úgy állom váglak, hogy eltörik a nyakad. Te faszopó geci, szilim vagy, szulim vagy, sulim vagy, mi a kurva anyád vagy? Te geci migráns, mit keresett az én országomba? Na jól van, indulok a búzatérre, nyitom az ajtót. Megyek le a búzatra, megvárom az első buszt, most megdög lesz, te köcsög. Reggel 8-ra már ott vagyok Egerbe a házadnál. Még annyi, hogy lemegyek a busszal onnan a izéről, kitépem a beledet. Szét leszel baszva, akármit írogatsz az interneten. Na jó van, szóval akkor nem félsz a haláltól. Nem félsz attól, hogy oda megyek és kitépem a szádból a bélést. Nem félsz tőle. Visszaszájalsz, visszaszólogatsz, visszaírogatsz. Nem félsz. Szóval akkor te nem tudod, hogy mit csinálsz. Figyelmeztetve voltál, hogy ne írogass vissza és törölje le mindent az internetről. Nem törölsz le semmit, zaklatsz izé. Figyelj, te büdös geci, el fogom törni az álladat. Te nagyon rosszul fogsz járni, te büdös köcsög, érted, fogok ölni. Te nagyon rosszul fogsz járni. Gyerek, én lemegyek Egerbe, én úgy beléd ütök, hogy ölöm te a vérod koponyának. Kinek írogatsz te az interneten? Kinek üzengetsz te? Kiről csinálsz te oldalakat? Mit csinálsz te? Hiába nyomogatsz gombokat, ilyen gombokat én is tudok nyomogatni. És ugyanezt írtad, hogy nem megyek, azt ott voltam az ajtónál. De ne félj, ígéretet teszek. Most is ott leszek az ajtónál. Gyerek, viszem a kést, itt van rajtam a cipő, most nagyon rosszul jársz. Tudom, hogy hol laksz, tudom a kapukódot. Meg fogjuk látni, oké? Meglátjuk. Hogy úgy lesz, ahogy írod, vagy máshogy. Ezt meg fogjuk látni. Thank you.
stressz csoport, meg stressz csoport, meg a kurva anyád, Sally Medgar. Senkit sem érdekel, hogy mit írsz. Nem érted meg? Te vagy az. Csak hazudsz, letagadod. Szét leszel baszva, indulok az állomásra. Ha nem te vagy az, akkor megverem a barátodat. Bratyó, nekem jó az, ha nem te vagy az, akkor te megúszod. Tisztáztuk, rendben van, te megúszod, de a töröknek odamér, belőtök az órába, aztán. A töröknek baja lesz. Ha nem te vagy az, te megúszod, de a török nem fogja. A töröknek így is úgy is nagyon rossz lesz. Azt engem aztán nem érdekel, hogy te mit fogsz kirakni, vagy mit fogsz csinálni. Nem érdekel. De a haragomat, a dühömet, azt le fogom tudni rajta. Jaj, engem se érdekel. Kit érdekel? De, hogy ő neki baja lesz, akkor megbeszéltük, bratyó. Meg van beszélve, tesó. Megbeszéltük. Téged se érdekel, engem se, de neki a vére fog folyni. A töröknek. Röhögjél, hát én is röhögök, röhögjél. Röhögéstől még mi lesz, tesó? Nem lesz az asztal holnap kenyér, mert te röhögsz, vagy mi fog történni azért, mert te röhögsz? Nem alszol, dög lesz otthon egész nap, éjfököl üzengetsz, na, te röhögsz. És mi lesz? Mondd már meg, tesó, mi lesz, hogyha te röhögsz? Akkor mi lesz? Én nem megyek a börtönbe, hiszen a török engem olyan fenyegetések alá tett, a töröknek olyan bizonyítékok vannak nálam, hogy itt van rajta a telefonomon, amit én viszek a török ellen, hogy a török miket mondott a saját hangján. Tudod te, hogy miket írt a török nekem SMS számról? Hogy a lélegeztetőgép fog életbe tartani a kórházban, meg ilyenek leszúr engem. Tudod te, mik vannak nálam? Semmit nem érsz el vele, te kurva, nem érted meg? Semmire nem mész vele! Holnap is videózni fogok, holnap után is, 5 év múlva is, 10 év múlva is, 20 év múlva is videózni fogok. Semmit nem érsz. De semmire sem mész. Semmire sem mész. Csak annyi, hogyha egyszer az IP címet vagy valamidet, tényleg fizetek érte, vagy valami beméretlek, te köcsök, az anyádat meg a családodat megbaszom. Hogy a Jóisten vegye el az életedet, akárki vagy, meg az édesanyádnak, meg a családodnak az életét vegye el a Jóisten. Mert röhög. Attól mi lesz? Mondd már el nekem! Mi lesz? Mi lesz? Hogy röhög. Figyelj, ezért ököllel fogom ütni a törököt. Ököllel fogom az arcát ütni a töröknek, amiért te most írogálsz. Utolsó szavam, bratyó, hallgasd. Te most ezt megcsináltad, nekem írogattál. Csicska voltál, féltél, nem merted mutatni az arcodat, beszartál, álnévről írkálsz. De ezért a török meg lesz verve. Köcsi, te most azt, hogy ezzel elérsz valamit. Üdös csicska vagy egy kurva, vagy nem mered mutatni az arcodat. Minden nő azt mondja, most ide hívnánk egy nőt. Tudod, mit mondan egy nő? Vagy egy büdös kurva vagy. De anyád meg lesz baszva neked, te köcsög migráns, mert te vagy az. Én leszarom, hogy mit írkálsz, te csicska, nem érted, mert te félsz. Innentől kezdve, hogy te félsz, innentől kezdve én nyertem, innentől kezdve én vagyok a férfi. Csicska, én vagyok a férfi, mert te pulykálsz. Ilyen csicskával, mint te, tudod, mit csinál más? Fogja, letírni, egy csicska vagy.
be vagy fosva, be vagy szarva, azt az interneten érkeztek köcsök kis bűnöző, azt nem alszol éjszaka, azt az interneten érkeztek köcsök meg smiley-kat teszel. Hogy verje ki a gyomrának, anyádnak a rák, a belét, a mai napon. Kis ideges, te kurva, itt röhögök, ki ideges? Most te itt vagy velem? Látsz engem? Te szerinted ideges valaki? Szerinted azért, mert egy büdös, csicska, gyáva, bujkáló kurva, mint te vagy, írogat az interneten betűket. Szerinted ezért én ideges leszek? Öncsétlen, nem érted, hogy anyám vesz mindent? Az egész fizetésem el van téve, nem fogod fel? A kurva, beteg, redvás agyaddal nem fogod fel, hogy megvan az egész pénzem, te kurva! Hát itt van az egész pénz, hát én mire költsek, mikor anyám bármit megvesz? Az én fizetésem el van téve, de neked most mi között van én hozzám? Pénztárcában miért kell kérni? Én már te kezelés alatt állsz amúgy? Vagy te valamilyen bolond vagy amúgy? Olyanokat beszélsz, hogy 46 éves vagyok, meg ilyeneket beszélsz meg, hogy mondom neked, hogy itt van nálam a pénz az asztalon, és azt mondod nekem, hogy kérned kell. Hát kitől kell kérnem, mikor itt van az asztalon? Te miről beszélsz? Mit húztam le, mikor itt van a pénztárcámban a saját pénzem, amit a bankkártyámmal vettem fel? Mit húztam le? Mit? Hallod? Te valami ilyen gyógyszeres vagy amúgy? Figyelj már, tesó, megkérdezhetem? Te gyógyszeres kezelés alatt vagy? Amilyen fogyatékos köcsög vagy, nem vagy tudatában tetteidnek? Össze-vissza írkálsz meg, ízélsz így az interneten? Lehúzom, mert tudod, az én családomban, a mi családunkban úgy van, hogy mi egymásért vagyunk a család. Ha van egy szülő, lehet 50 éves a gyerek, 60 éves a gyerek, az anyja kiáll a gyerekéért. Magamnak veszem a ruhákat, te szerencsétlen. 260-at kaptam decemberbe, januárban meg még küldtek valami 160-at, 300 majdnem 400 ezer volt nálam, abból még 200-an fölül megvan. Ha kell, hova elmegyek, veszek, de van annyi, mint a szar. De hallod, te folyamatosan hülyeségeket irkálsz. Figyelj már, én 37 éves leszek. Nekem saját pénzem. Össze-vissza olyanokat irkálsz, 46 éve ilyenek. Te nem tudom, hogy te miket irkálsz. Te most ilyen valami köcsög, bolond vagy? Vagy mi vagy te? És megint megbaszod meg. Össze-vissza irkálsz, köcsög. Azt se tudod, hogy mit írjál. Mondom, azt se tudod, hogy mit csinálj, csak gyorsan fogod a kezeddel, az beírsz valamit, az küldöd. Azt se tudod, hogy mit írjál. Egy ilyen gyógyszeres, valami agybeteg köcsög lesz, valami fogyatékos kezelt geci lehetsz, valami buzi, és az interneten írogatsz. Még hogyha valóban olyat írnál, amiben lenne valami érted, még azt van az ember, de 46 éves, meg megbaszta az ember, meg mindenféle olyan dolgot írkálsz, hogy valóban sem, ezt tudod mi, tehát ez zaklatás. Ez, amit te csinálsz, ez internetes zaklatás, de kőkemény internetes zaklatás, de azt tudjad, hogy a rendőrségi szervek, meg minden, azok be tudnak mérni, te büdös köcsök. Mert neked van Google fiókod, be tudnak mérni. Nem baj, köcsök. Holnap, mondom, a török megfizet. Nem sokára indulok a buzatérre, megyek a törökért, leszarom ki vagy, a török megfizet. Nagyon rosszul fogsz járni, te kurva. Mindegy, megyünk le a buszhoz.
nyitom az ajtót. Majd találkozunk, ne félj, hamarosan ott vagyok Egerbe. Neked én nem vagyok Pistike, neked én maximum István vagyok, de tök mindegy, túl van tárgyalva, nem küldök én neked képet, még ki vagy te köcsök csicsik, hogy én neked képet küldjek, ki vagy te? Semmilyen képet nem küld neked senki, mondom, a török ma szét lesz baszva. Milyen kép nem lesz, semmilyen videó nem lesz, a török lesz szétbaszva a mai napon. Szelim Edkár. Mondod nekem, hogy Pistike, én meg azt mondom neked, hogy Buzika. Te meg Buzika vagy. Na jól van, figyelj, Buzika. A töröknek be lesz verve az óra, azt te meg írjál, amit akarsz, írogassál magadnak. Meg lesz baszva a török. Azt írsz, amit akarsz. A te írásod az csak betű. 100% hogy te vagy az, te csicska kutya. 100% hogy te vagy az. Hiába írkad magadról, fogod, megnyomod a gombot, azt írod, hogy szerinted én vagyok az, meg izé, te vagy az. Erről az oldalról beszéltünk Urai Lindáról. Erről az oldalról tetted ki azt a képet, amin Egerbe ott voltam a háztetőn. Te vagy az. Ezt az oldalt te csinálod. Rá akarod mindig fogni másra dolgokat, kiadod magad magánnyomozónak, ilyeneket csinálsz. Te egy senkiházi vagy, te egy fideszes geci vagy, te elkezded, hogy te államnál vagy, meg izé. Te neked az anyád Erdély Boglárkozó geci asszony, szarházi autista gyereket szült. De ne féljél, hamarosan a házadnál vagyok, elveszem az életedet. Senkit nem érdekel, hogy hol laktál. A török most fizet. És te vagy az, csak irkálsz. Te egyet nem értesz meg, te egyet nem értesz meg. Olyan gombot, olyan betűt, olyan mondatot osztész le, amit akarsz interneten. Én is mondhatom, hogy Lamborghini-m van, meg izé írogathatok. Te ezt nem érted meg, hogy te hiába irkálsz, te csak irkálsz. Nem érted? Te egy csicska vagy! Akármilyen szót, akármilyen mondatot észlel, én tudom, hogy te vagy az. És szét leszel basz. Ez a tényeken nem változtat. Ja, én meg, hallod, kint voltam Olaszországba, 10 millió forintot küldöttem egy éjszaka. Te a régi posta utcára jártál tanulni, én meg Arnold Schwarzenegger vagyok, hallod? Fárasztasz, Veri? Üdös, rohadt, tamkókos, migráns, hajléktan, bevándorló geci vagy, aki ott fal Egerbe az ételosztáson, azt az üdös, rohadt, szarosságú Erdély Boglárka nevű kurva anyja tartja el. Nem vagyok én neked bátyja, szét leszed baszva, te büdös köcsök. Tudod, hogy kivel játszol, kisgyerek? Nem tudod, hogy kivel játszol? Röhög a kiideges. Figyelj már, te verét, kérdezhetek tőled valamit? Most kérdeznék tőled valamit normálisan. Figyelj már, most te ilyen menő vagy, hogy a régi postá utcára jártál tanulni, meg ilyenek, meg izének. Miért nem mered vállalni az arcodat és a nevedet? Miért nem mersz nevet, címet adni telefonszámot? Miért nem mersz? Ha te menő gyerek vagy, akkor mitől félsz? Ez csicska vagy. Soha életemben nem kukáztam, nem is fogok. Akarsz találni? Figyelj, tesó! Egerbe tudunk találkozni. 12 óra, buszpályaudvar Eger. Ott leszel? És már meg is találhatsz. Az édesanyádnak a méhébe te fejedet nyomni. Én. Én foglak téged kamerázni, hogy az anyádba, te csicska, az anyádba tövig benne vagy. Te
szarházi, geci, szégyen, csicska. Akárki vagy, te kurva, a földön ember nem vagy. Üdös kis csicska vagy, egy csicska a neved. Az anyádnak verjem a szájára a gecimet, és folyasson végig az anyád arcán a geci. A rákos anyádnak az arcára fröcsköljem a gecimet, és oda teszem a büdös fejedet, és végignézetem veled, hogy a geci anyádnak az arcán folyik a geci. Stasset, most ettől lesz valami. Interneten írkálsz. Stasset, hogy ettől lesz valami. Kis csicska. Annyira vagy nekem jó, hogy elősen veled az idő. Hallod, legjobb kajákat eszem, legjobb piákat iszom, legjobb cinket szívom, ilyen kurváim vannak, mint te, akivel el tudom ütni az idő, mert itt írkálsz nekem, így válaszok, jót rölgök rajta, cigizgetek közben. Ennyit élsz, te kurva nekem. Kurván vagy. Írkálsz nekem, azt legalább van, kivel szórakoznak. Észrevetted, kivel játszom. Már arra a csajrosz, te ne rózsaszínezzél, te csicska már leköpne, még szóba se állna veled. Ne célozgassál itt semmire, kretén. Életedben nőt sem volt, a számítógép előtt hokizol, te kurva. Na mindegy, ilyen csicskával legalább elütöttem az időmet. Nyomorék kis internetes geci. Az anyádnak a bele rohadjon ki. Az anyádnak a méhe rohadjon ki. Saliz, az meg lesz keresve. Nem tudod azt, hogy annak következménye lesz. Ezt viszont elfelejtetted. A neve, címe, mindenki van derítve. Meg a Soproninak is, meg mindegyiknek. A Farkasinszkinek, meg az összesnek, aki idáig szórakozott velem, minden le van mentve, gyerek. Mindenki után ki van nyomozva, áll Facebookból, hogy hol lakik, meg minden. Ebből is kiderült, hogy te vagy az. Szét foglak baszni, te kurva, megint csőbe húzta. Filusol íz, meg ilyen. Már látod, megint kiderül, hogy te vagy az. Engem nem húzott csőbe sehol, hát nekem könyörgött. Kézgúd, mert nekem üzengetett telefonon, te hülye gyerek, ott nyalizott nekem, könyörgött nekem. Hát, hogyha nekem könyörgött, akkor egy csicska. Te meg leszel ezért verve. Azt tudod, következmény nélkül nem marad. Erdélyi mezei Ágnes Boglárkának spricceljem az arcára az összes ondómat. Senki nem szivatott meg, mert ott mondta nekem, hogy semmi köze a csoporthoz, meg minden más. Hát takarodj már! Mondom neked, felmegyek Felső Tarkány 76 szám, anyádat kirángatom. Elbeszélgetek anyáddal. Utána megyek le a Chebroxba, felmegyek a házadra. Fogadsz, hogy te ma este nem fogsz üzenetet írni? Mert ma meg foglak baszni. Gyerek, elkaplak akárhol vagy egerbe. Anyádat is elkapom, meg téged is. Most ma vendetta lesz egerbe, figyeld meg. Lesz, ezt szarom, ezt a szaros kurvát, majd be lesz verve az óra ennek is. Interneten írogatsz ilyen szaros köcsök kurváknak, ezt azt hiszed, hogy most izé érdekel valakit ez. Hát ez fel se ér olyan nőkhez, akikkel én foglalkozok. Ennek a rákos kurvának is a méhét tegye ki a rák, szaros kis magyar kis ócska kurva, vagy szét lesz baszva a feje ennek is. Meg lesz találva. Spál gimnázium, majd ki lesz derítve, hol lakik. 45 éves az ki? Figyelj már, te 100 éves köcsök, akkor te 100 éves vagy? Hogy verjem anyádba, a köcsök anyádba verjem a faszom, aki kiszült. De nem sokáig írogatsz, köcsök. Ki? 7 éves leszek, te kurva. Miről beszélsz? 1984-ben születtem. Miről beszélsz?
kis köcsök csak betűket írogatsz le az interneten. Ez csak betű. Betű, betű, betű. Semmit sérsz azzal, hogy írogatsz. Ilyen csicskát, mint te vagy, Filus Alíz is lehugyozna, leszarna. Az Filus Alíznak a büdös csokija, a rögös, büdös szara, amit több kilométerre érezni, az arcodon lenne. A szara. Te szaros kis köcsök, csicska. Te egy csicska vagy. Egy veré. Szopod anyádat, Filus Alízos kurva anyáddal együtt, szét leszel baszva, el lesz törve a kezed, lábad. Ahhoz sincsen neked semmi között, az is csak ilyen interneten írogattál össze-vissza, akit találtál, random ráírtál emberekről, te csicska. Na jó, van, ott vagyok az ajtódnál, hamarosan azzal foglalkozzál. Az ajtódnál vagyok nem sokára. Ma délelőtt fogom ütni a büdös török fejedet. Nem érted meg, hogy szét leszel ütve? Szét leszel ütve. Már nem sokáig üzengel. Ott vagyok az ajtódnál délelőtt. Majd akkor neves. Magadból indulj ki, te hokizol, én nem hokizok, hülye gyerek. Te hokizol otthon, meg írogatsz, meg nyomkodod a gépet egész nap. Ezt is interneten láttad, te csicska. Azt se tudod. Meg mi jó csaj azon, he? Amikor befingik, meg beszarik, az olyan büdös, mint a dög, akkor mi jó azon? Kis, fehér, szar, ócska, reklás, csicska, szar, csaj. Te neked fogalmad sincs egy nőről, hogy mit jelent egy nő. Egy nő az nem ott kezdődik. Egy húgyos, tamponos, betétes, véresseggő, kis, fehér, szar, kis gyereklánynál. Nem ott kezdődik a nő. Te azt sem tudod, mi a világ. Húzzál már innen, csicska gyerek, senki sem kíváncsi rád. Soha nem lesz olyan nőkkel, mint én voltam. 37 éves vagyok, szétbasztam a faszom. Azt se tudod, hogy ki vagyok. Szét foglak ütni, büdös migráns. Majd meglátod, mikor elkaplak, az torkon, torkon foglak taposni. A szaros, geci kis, köcsök kis csicska migráns. Nagyot csalódtam benned. Mikor a Taglife Hungary-ból megismertelek, azt hittem, hogy jó gyerek vagy, vagy valami. Azt mi derült ki rólad, te csicska? Hajléktalan szálló leszel, te gyökér. Üzengetsz az interneten, nem tudsz mit tenni, minden oldalad le lett tiltatva, kurva lettél minden. Ez vagy te. Én még amikor a Svájcban is találkoztam, még néztelek valamibe, de már most semmiben nem néznek. Szégyen vagy, nagyon nagyot csalódtam. Még azt hittem ember vagy régen, de egy kis köcsök vagy, magadat kommenteled, egy nyomorék beteg vagy. Amikor fent voltam nálad a Egerbe, mondtad, hogy nincs életed, az egyszobás putriban belaksz. Ott kunyhózol magadnak, be vagy húzódva, köcsök, csicska vagy, te szerencsétlen. Utcán az emberek azt mondják, hogy hajléktalan szálló neszel, te csicska, tárkányi volt a gyerek, megmondta, hogy kurva vagy. Mondtam neked, gyerek, mikor mentünk le az állomásra. Nincs még egy esélyed, ha még egyszer üzensz vagy valamit, megmondtam neked, mikor mentünk ki a vonathoz. Most már meg leszel baszva, meg foglak verni. Most már meg leszel baszva.
is elhordott mindennek, mindenki szar, drogos, geci, királynak az asszonya, mindenki elhordott mindennek az interneten téged, te csicska. Írogatnak rólad kommentbe, hogy geci török meg minden. Ennyi lettél egy senki csicska köcsök török nyomorék vagy. Az a filusolíz gecit, meg mi a faszomat beszélsz arról, hát az sána veled szóba se. Mi a faszomat jössz azzal a kis geci szaros bolond kurvával? Ki a faszt érdekel az a szar? Senkit se érdekel az arca királynak, és nem arról van szó, hogy mi az arca királynak. Senkit se érdekel. Épp azt engem nem érdekel. Mert nem egy olyan valami, ami engem tudna érdekelni. Majd internetes kötekedésén az is fel lesz pofozva. Mi van, te csicska, még mindig nyomogatod a gombokat? Jeleket küldesz. Ennyit tudsz. Se találkozni, se felállni, se férfiként rendezni, se semmi nem megy neked. Csak annyi, hogy gombokat nyomogatsz az interneten, annyira tellik a tudásodból, semmi másra. Nem vagyunk férfiak, nem megy semmi. Majd akkor levadászlak én te kurva. Én sose vertem ki a faszom arra a szaros kurvára. Se teste semmije. Ilyenekre izé hokizol a Facebookon, izé ilyeneket találsz, azt fogod, azt leventegeted a képeit, meg ilyenek. De szerencsétlen csicska, migráns, geci, bevándorló kutya. Pedofil is vagy? Te büdös köcsök, nem csak internetes zaklató vagy? Szeli Metkár, büdös pedofil geci. Azok nem gyerekek voltak, brazil csajok voltak. Azok a basztam. Mondjuk én voltam Franciában, te soha nem voltál még ott. Én voltam ott is, ugye. Kettőnk között mondjuk van különbség. Faszopó köcsök. Anyádat faszom. Erdély boglárkának spriccelem a száját. Terkáné az anyja, Dunói városi kis kurva, az a Filus Ali, majd meg lett rúgdosva az is. Kivel szórakozott az interneten, ilyen autistákat fogdos, meg ilyenek a profilképén, lehet, hogy ilyen autistákkal foglalkozik, mint te is vagy. Majd meg lesz keresve az a Filus Ali, ne féljél te csak, csattan az ostor mindenkin, aki nekem üzengetett. A Farkasinski Réka, meg az összes körvának mindegyiknek megvan a fotója, a profilképen, mindene. Majd ezek intézve lesznek. Aki velem szórakozott az interneten, az felelni fog. Meg lesz mindenki rugdosva. Szeli Metka, csicskám vagy kurva? Na mindegy. Lemegyek Egerbe, kiütöm a fejedet. Kiütöm az agyadat. Üdös migráns geci. Kiütöm a fejedet. Majd meglátjuk, hogy kinek fogsz te a profilképével oldalakat nyitni. Meg minden. Megvan a Filus Alice, Pasterkáné az anyja, minden megvan. Az összes álprofilja megvan. Most lett kiderítve Dunói városi. Az is meg lesz keresve. Mindegyik. És amúgy cigány. Na mindegy. Te nagyon meg leszel verve, te migráns köcsög. Menj rólam, te videókat csinálsz, oldalakat csinálsz, 3 éve zaklatsz. Elkaplak, eltörom a nyakad. Következmény nélkül ezt nem úszod meg, hogy az én fotóimmal csinálsz videókat, oldalakat, fotókat, izé, szégyenítesz az interneten. Ezt nem úszod meg, semmi fajta módon, verés nélkül ezt nem úszod meg, köcsög. Surányi Zoli azt mondta anyámnak a testvére, hogy amiért a 62 éves édesanyámról fotókat gyártottál, meg ilyenek, kiírtad a nevét a falra,
úgy meg fog ezért téged rugdosni, hogyha Miskolcra bírósági tárgyalással ide lejössz, mert itt lesz Miskolcon a tárgyalás, de én még a tárgyalás előtt én téged elkaplak. De ha a Zoli téged elkap, azt mondta, szétrugja a fejedet a bíróságon. Készüljél! Itt a bíróságon verekedés lesz. Úgy gondold meg, hogy ide jössz-e. Mert Surányi Zoli mindenkit lesz. Megmondta anyámnak a testvére, azért mert te fotókat csináltál anyámról, azt mondta, belenyúl a szádba, kihúzza a nyelvedet. Zolival minden nap telefonon beszélek, anyám testvérével, azt mondta, meg fog baszni. Rosszul jársz, te bevándorló köcsök, hogy én velem újat húztál, hogy engem megismertél, mert én azt se tudtam, hogy ki vagy, én a nevedet se tudtam. Kirakosgattál oldalakra meg ilyenek, de a fejed ezért ki lesz preparálva. Ezért te nagyon meg fogsz fizetni, törvényileg is, meg törvényen kívül is meg fogsz fizetni érte. Meglátlak, neked megyek, engem tizen nem fognak rólad leszedni. Én a beleden átnyúlom. Meg fogsz fizetni, és felelsz a tetteidért, te rühös, bujkáló, nyomorék, török nemzetiségű, szarkupac, kretén, rühös, bevándorló, agybeteg, gyökér, migráns, kurva. Fizetni fogsz. Aki ebbe az internetes zaklatásba benne volt, te, az összes tettes társad, a Fidus Alíz, a Farkasinszki Réka, az összes mindenki, aki engem zaklatott, akiknek megvannak a nevei, akik nekem írogattak, akárki, mindenki felelni fog, aki velem bármilyen zaklatást csinál. Kira, meg mindenki, aki nekem üzent, meg írogatott, meg bármi, az mindenki megvan és meg lesz keresve egytől egyig előbb-utóbb. De első, az te leszel. Te török geci. Első, az te leszel, mert te csináltad az egész balhét. Első, az te leszel, aki meg lesz keresve. Te faszokó. 2018-ban hamisított videókat töltöttél fel rólam az internetre, nem tudtam a nevedet se semmi, rám szálltál, és azóta zaklatsz. 2021 van, csoportokat csináltál rólam, minden, de felelsz érte. Mert azok az emberek, akik nekem írogattak minden, azok csak azért írogattak, mert te terjesztettél. Hangüzenetben megmondtad, hogy majd te ki fogsz rakni ide, ki fogsz rakni oda, szólsz ennek, szólsz annak. Akik nekem írtak meg minden, az csak te miattad írtak. De te fogsz nagyon felelni hamarosan.